Kedves nézőink, Önök a Spiritust, a hetente jelentkező sport, szabadidő és életmód magazin műsorunkat látják. Jó estét kívánok! Az elmúlt időszakban talán Önök is többször találkozhatnak a Magyar Barlangi Mentőszolgálat nevével a hírekből, ugyanis történt a Törökországban egy elég intenzív mentés, amiben ők is bekapcsolódtak és részt vettek ebben a nemzetközi segítségnyújtásban. És itt is vannak velem a stúdióban Nyerges Miklós, a mentőszolgálat elnöke, illetve Nyerges Attila, barlangi mentő. Köszöntelek benneteket itt a stúdióban. Köszönjük. Na hát nyilvánvalóan a sajtóhírekben ezért lett most nagyon felkapott a nevetek, mert a közelmúltban történt ez az esemény, viszont mielőtt belevágnánk ebbe, hogy mi is történt pontosan Törökországban, és hogyan kapcsolódtatok ebbe be, Miklós, beszélj nekünk egy kicsit arról, hogy mit kell tudnunk a Magyar Barlangi Mentőszolgálatról, kik vagytok ti. A Magyar Barlangi Mentőszolgálat az egy civil szervezet, egy kiemelten közhasznú civil szervezet, ami viszont több mint 60 éve alakult, természetesen még nem civil szervezetként, hanem mentőszolgálatként, ezt az élet hozta létre. Barlangok már akkor is voltak, látogatták a barlangokat a barlangászok, néha történtek kisebb-nagyobb balesetek, és ezeknek a felszámolására a barlangászok összefogtak és létrehoztak egy egyesületet, ami az elveszett vagy megsérült barlangászokat segítette a felszínre. Előttük egyébként a tűzoltóknak volt ez a feladata, ők ezzel szoktak manapság is próbálkozni, de ez nekik nem feladatuk, és erre nincsen képzettségük. A barlangi mentőnek ugye alapvetően az a definíciója, hogy akkor tud jól barlangba menteni, ha ő barlangászként is már önállóan és kitűnően tud mozogni egy barlangban, és hogyha egy mentési tevékenységet kell végrehajtani, akkor ennek a barlang járó tevékenységnek ez nem szabad, hogy akadályát jelentse a mentésnek. Mint említettem, a 60-as években alakult a mentőszolgálat, azóta, ha jól számoljuk, több mint 500 ember életét mentettük meg. Nem mind barlangból, az alapítókiratunkban is úgy szerepel, hogy mentés barlangokból, vagy pedig nehéz terepről, nehezen megközelíthető helyekről. Így szoktunk foglalkozni szakadékokba esett emberek felkutatásával, vagy eltévedt emberek felkutatásával, és legújabban pedig alakult egy ilyen külön egységünk, aki a fára fölakadt siklóernyősöknek a lementését szervezi meg, illetve azzal foglalkozik. Hányan vagytok most a szervezetben, és mit kell rólatok tudni, kik lehetnek a tagjaitok? Jelenleg több mint 100 tagja van az egyesületnek, ezek közül, aki effektíve barlangi mentő, 78-ban. Országszerte? Ez egy országos szinten. Vannak alegységeink, egy gömörtornai egység, ezen kívül szövetségben vagyunk a Baponyi Barlangi Mentőszolgálattal, és egy ilyen országos összefogás keretében foglalkozunk ezzel. Ki lehet barlangi mentő? Tehát említetted, hogy ezért ez összetett képzettséget igényel, tehát az utcáról bárki sajnos nem csatlakozhat feltétlenül ehhez a szervezethez. Mik az előfeltételei annak, hogy valaki közétek tartozhasson? Barlangi mentő az lehet, aki a barlangjárásnak nem csak az alapjait, hanem a magasabb szintjét is már elsajátította, és a magyarországi barlangokat jól ismeri, és azokban úgy tud mozogni, hogy amellett, hogy ő ott elközlekedik biztonságosan, még egy bajba jutott emberen is segíteni tudjam. Rákanyarodva kicsit a közelmúlt eseményeire, Törökországban történt egy mentés, amikor egy barlangászt kellett kimenteni, akinek valamilyen problémája akadt, ha jól tudom, belső vérzése volt az úriembernek. Most itt magyar viszonylatokról beszéltünk. Hogy kerültetek a nemzetközi porondra Törökország kapcsán? Hát ennek a története úgy indul, hogy ezen az expedíción Törökországban voltak magyarok is. Uh-huh. Tehát kézenfekvő volt, hogy magyaroktól kérjenek először segítséget. Kolozsvári barlangászok is voltak, és az a csapat, akik ott voltak, azok közt ugye amerikaiak is voltak, a sérült is egy amerikai állampolgár volt, és ő neki szoros kapcsolata volt a magyar barlangászokkal, itt végzett tanfolyamot is Magyarországon, tehát több szálon kapcsolódott ez a történet össze, és a segítségkérés az először csak orvosi
illetve orvosi tanácsot kértek, ami nagyon hamar abba az irányba ment el, hogy ez itt nem csak tanácsra lesz szükség, hanem kézzelfogható segítségre is, beavatkozásra lesz szükség. Úgyhogy innentől fogva már elindult a segítségadásnak a szervezése magyar oldalról, és akkor ez hát egyre nagyobb méreteket öltött, mert hogy látszott, hogy a sérült az egy olyan helyen van, ahol komoly felszerelés megmozgatásával lehet csak a felszínre hozni, és nem elegendő ahhoz egy 20-30 fős csapat, amivel mi fel tudtunk volna, és fel is vonultunk, hanem ennél egy nagyobb volumenű mentő csapatra lesz szükség. Hogyan kell elképzelni egy ilyen mentést? Itt több csapat kapcsolódik be, több fős csapat, mindenkinek más a szerepe, van egy orvosi gárda, van, aki a felszereléseket viszi. Hogy kell itt magát a mentési folyamatot elképzelni? Hát egy kisebb volumenű mentésnél is arról van szó, hogy először egy orvost kell eljuttatni a sérülthöz, hogy azonnali beavatkozást tudjon végezni. Egyedül nem közlekedünk barlangba, tehát itt is már csapatokról beszélünk, legalább egy 3-4 fős csapat, aki mozog külön, tehát az orvosi stáb is ennyiből áll legalább. Ugye a felszereléseket kell hozzá mozgatni. Az, hogy ha egy sérült önálló nem tud kijönni egy barlangból, akkor hordágyba kell szállítani őt. Az, hogy egy hordágyat megmozdítsunk, akkor is, hogyha egy könnyebb sérültről van szó, ahhoz is legalább egy 6-8 főre van szükség. Tehát úgy kell elképzelni, hogy kézről kézre adogatjuk a sérültet, méterről méterre haladunk, tehát ez nem olyan, hogy fölkapjuk és akkor odébb sétálunk vele, mert erre nagyon kevés lehetőség van a barlangokban, ritkán van ilyen. És hogyha függőleges szakaszok is tagolják ezt a részt, akkor pedig köteleket kell beépíteni, külön mentőpályát kell kialakítani a közlekedő kötelek mellett, tehát ez plusz felszereléseket igényel. De általában ahhoz, hogy egy csapat együtt mozgasson egy hordágyat, ahhoz egy 15-20 fő kell. És akkor ők egy szakaszon végig tudják vinni. Egy szakasz azért nyilván annyi idő, amennyi ideig egy ilyen csapat tud dolgozni. Tehát egy 6-8-10 órán keresztül tudja mondjuk mozgatni egy csapat, utána nyilván ezt azért cserélni kell az embereket. Na most itt ez fokozott volt ez a helyzet, mert 10 óra alatt nem lehetett volna felszínre hozni, mint hogy a végeredmény az volt, hogy 60 órába került az egész mozgatás. De a kiépítés előtte ennél még hosszabb idő volt. Mennyi idő volt az egész, mondjuk a hívástól kezdve az, hogy az úriember a felszínre került végül? Te tudod, melyből merél? Hát a hívás az vasárnap hajnalban futott be hozzánk. Akkor kezdtük szervezni az első csapatnak a kiutazását. Őket a vasárnap esti isztambuli járatra sikerült föltenni az ankarai magyar nagykövetség hatható segítségével. És ők a telefonhívást követően 24 óra múlva voltak a helyszínen, de úgy, hogy az antaliai reptérről őket katonai helikopter vitte föl a hegyre. Ezzel együtt tartott 24 óráig csak a táborhelyre az út. És onnan, hogy elérjék a sérültet, még egy 12-13 órás barlang túra vált rájuk, amit azonnal végre is hajtottak, ahogy kiszálltak a helikopterről. Hogy utána a felszínre kerülésig még hát több mint egy hét telt el, annak ez az oka, amit most itt a barlangi mentésről így vázlatosan ismertettünk. Hogy lehet ennyi időn keresztül stabilan tartani a sérültnek az állapotát? Tehát itt most konkrétan ugye belső vérzésről volt szó, egy gyomorfekély volt a problémás. Egy hét rengeteg időnek tűnik. Hogy tudták az ő állapotát stabilan tartani ennyi időn keresztül? Itt a kritikus az első időszak volt. Mielőtt még megérkezett? Amíg megérkezett az orvosi segítség, és azután még mondjuk egy 20-24 óra, amíg azok a vérkészítmények átjutottak a szervezetébe, amiket leszállítottunk. Ez volt a kritikus. Ezután már nagyon sokat javult az állapota, állni tudott, sétálgatni. Tehát tulajdonképpen, aki oda csöppent volna, nem is biztos, hogy észrevette volna, hogy ki itt a sérült tulajdonképpen. De az ő állapota az ingadozó volt. Tehát voltak visszaesései. Ahhoz képest, hogy ő jól volt, utána ugye próbálták szilárdabb táplálékkal is őt fenntartani, és ez nem működött, és ilyenkor voltak visszaesései.
tehát ő volt, hogy elájult, és akkor újra néhány órába került, amíg stabilizálták az állapotát. De akkor ez a néhány óra már viszonylag úgy telt el, hogy nyugalmasabban, mert ugye ott volt minden eszköz erre, hogy ezt megtegyék. Uh-huh. És ez 1000 méter mélyen volt az úriember, amikor igen, megérkezett a csapat. Ez egyébként mekkora kihívásnak számít ez az 1000 méter? Ha jól tudom, a 2100 méter a legmélyebb barlang, ahová lejutottak az emberek, tudom, jelen tudomásom szerint. Ez milyennek számít ez az 1000 méter? Mentési szempontból mennyire? Hát mentési szempontból maximális kihívás. Uh-huh. Ilyen mélységből egy mentés közismert vagy ismert, szerintem talán nem is volt más. Ez 7 évvel ezelőtt volt Németországban, és ez volt a második ilyen eset. Még néhány méterrel mélyebb volt, még egy van, azt én nem tudom. De az 1000 méteres mélységbe lejutni, letúrázni, hát azért szokták mondani, hogy a Himalája csúcsaira való megmászással egyenlő kihívást jelent fizikailag, mentálisan. Nyilván a 2000 méter az még több, de voltak már magyar barlangászok ebbe a 2000 méter mély barlangba. Igen, azt hallottam, hogy... Úgyhogy ez számunkra azért valamennyire ismerős ez a kihívás. Uh-huh. Milyenek voltak a terepviszonyok? Ugye azért egy barlangnál elég, tehát sokféle barlang létezik. Te is mondtad, hogy van függőleges mentés része is, vagy függőleges részek is vannak benne. Ez a barlang, ez mennyire jelentett kihívást? Tehát ilyen szempontból mennyire volt problémás az embernek a kijuttatása? Hát rendkívül változatos volt a terep, mert vízszintes szakaszokból is volt bőven, és függőleges szakadékokból is volt jó néhány. Kisebb szakadékokból rengeteg volt, tehát ilyen 40-50 számolatlan, ilyen 5-10 méteres mélység, és nagyobbakból is volt azért egy fél tucat vagy egy tucatnyi. Az nagyobb, azt úgy kell elképzelni, hogy ilyen 50-60-70, de volt 80 méteres szakadék is. Hát a 80 méter az már majdnem 3 darab 10 emeletes ház egymásra pakolva. Tehát az viszonylag nagyobbnak számít, mentési szempontból az nagy. Uh-huh. De ennél azért vannak nagyobb szakadékok is bizonyos barlangokban, tehát van akár 500 méteres egybefüggőleges szakadék is. Itt ilyen azért szerencsére nem volt, de a 80 méter meg az 50-60 méter azért megnehezíti a függőleges szállítást, átbeszélni azt a mélységet, kialakítani ott olyan húzópontokat, amiket össze lehet kötni. Tehát, hogy ilyen szempontból ez a nehezítés. A sok kicsiaknak meg azért nehéz, mert minden egyes szakaszra külön ki kell alakítani húzópontokat, ami legalább 3 kikötésből kell. Tehát, hogy ezek a közlekedő útvonaltól függetlenül egy új pozíciónak kialakítását jelenti. Másik kötelekkel, másik eszközökkel, úgyhogy rengeteg eszközt kellett levinni emiatt a barlangba. Mindent be kell fúrni, akkumulátorokat kell levinni a fúrókhoz, ezeket végig kell szállítani. Azok az emberek, akik lejutnak az alsóbb szintekre, már nem fognak kimenni értelemszerűen, hanem nekik lent kell akkor pihenőhelyet kialakítani, tehát le kell vinni hálózsákokat, ételt, úgyhogy ez még fokozottabban többek felszerelés szállítását igényli. Örülhet ebbe így belegondolni, hogy nekik ott kellett akkor pihenni. Ez egy akkora stressz lehet az embereknek, akiket fölállítottak otthonról, hogy menni kell akkor menteni. Tehát, hogy nem tudom, hogy mennyire tud az ember mentálisan megérkezni oda a helyszínre. Mennyi idő, mire felfogja, hogy éppen mi történik. Vagy ilyenkor az agy így egyszerűen átkapcsol, és akkor... Hát én azt gondolom, a barlangászónak ez azért nem akkora stressz, mint hogy egy civil ezt elképzeli, mert hogy itt tapasztalt barlangászokról beszélünk, akik már többször megfordultak ilyen mélységben is, meg ilyen helyeken, tehát ők pontosan tudják, hogy mi vár rájuk, nem ismeretlen ez a hely nekik. Azért azt tud, mondjuk hozzáteszem, hogy a barlangban, amikor közlekedünk, akkor általában izzadunk, amikor megállunk, akkor meg fázunk. Tehát a kettő között nem nagyon van átmenet, és hát igazából ez, ami nehezíti. Közben főzni kell, ételeket kell készíteni, nem mindig az a kulturális étel minőség van, amit otthon megszoktunk, úgyhogy ez egy nehézség még. Kis higiénia. Ezek a nehézség, meg a higiénia, az ezt nyilván fölmerül kérdezni, még. Az ugye ez egy kellemetlen téma, de hogy ez azért... Hát itt ez fokozottan jelentkezett, mert ugye Ázsiáról beszélünk, tehát kimentünk Európából, és egy olyan helyen vagyunk, ami a legközelebbi várostól is 4 óra terepjározásra van. Tehát az első csapat, aki tőlünk ért, ő szerencsés volt, mert helikopterrel mehetett föl, de az összes többi
barlangász azt a legközelebbi tengerparti várostól 4 óra terepjározással ért el, és ennek megfelelően a felszín logisztika szervezése is főleg a kezdetben nagyon akadozott. Uh-huh. Tehát a felszínen is problémás volt az étkezés és egyáltalán a tisztálkodás és a dolgoknak a sterilen tartása. Ez a barlangban ez fokozottan jelentkezett, és ezért is bravúros egyébként az orvosi teljesítmény, hogy ilyen körülmények között is egy állandó gyakorlatilag intenzív osztályos felügyeletet tudtak adni úgy, hogy a betegnek semmi baja nem lett. Igen. A másik dolog, ami felmerül bennem, az a kommunikáció, hogy egy 1000 méteren hogyan zajlik, hogyan működik-e egyáltalán bármilyen eszköz, ami egy adóvevő, vagy oda kiabálunk? Nem, nyilván nem kiabálunk oda senkinek. Tehát, hogy hogyan zajlik a kommunikáció, hogy ez hatékony legyen, és megkapja az üzenetet, akinek meg kell kapnia. Hát térerő nincs. Kérdés. Ez nagyon jó kérdés. Térerő nincs a barlangban. De a felszínen se volt. És ez egy nagyon fontos kulcspontja annak, hogy az információ gyorsan jusson el a felszínre. Ehhez ki kell húzni egy vezetéket a barlangba, ilyen útszázadi módon. Őrület. És a vezetékre rá kell kapcsolódni egy hagyományos telefonkészülékkel, amit nyilván lehet átalakítani egy picit kompaktabb, meg barlangot jobban bíró módon. Minden országnak volt egy saját verziója szinte. És akkor ezeken keresztül lehet beszélni. Ez nem volt meg csak az 500 méteres és a 0 méteres pont között először, uh-huh. Ott se működött maradéktanul, és az 500 méter, ez a fele, onnantól a mély pontig pedig egyáltalán nem volt működő telefon. Ezt ki kellett építeni, ezt működtetni kellett, nem volt mindig akadálymentes. Ez is beletelt majdnem egy napba, vagy kicsit több időbe, mire ez folyamatosan tudott működni. Tehát ez rengeteg összetevős akkor ez a folyamat, tehát nem is gondolná az ember, hogy a higiéniától kezdve a kommunikáción át, a holmik cipeléséig, a megfelelő, tehát hogy az, hogy mindenki kipihent állapotban legyen, cserélni az embereket, az orvosi felügyelet is nyilván ott is, így idő után le kellett váltani az orvosokat, tehát ez óriási szervezettséget igényel. Ezt egy ilyen nemzetközi csapat fogta össze, vagy ezt hogy kell elképzelni? Mindenki a saját gondolatát mondta először, aztán valahogy összefésülődtek ezek a nézőpontok? A riasztás párhuzamosan a Magyar Barlangi Mentőszolgálattal befutotta az európai, van egy ilyen Európai Egyesült Barlangi Mentőszolgálat, ami elvileg nem egy operatív szervezet, de most itt operatívvá váltak ők is. Viszont ők nem tudtak hozzánk hasonlóan azonnal mozdulni, mert ők egy hivatalos felkérésre vártak a török hatóságtól. Úgyhogy az első 3 napban, ezt így mondhatom, akkor csak mi voltunk jelen, néhány bolgár és néhány török barlangi mentő kíséretében, akkor ezeket a problémákat nekünk kellett megoldani. Amikor ők végre megkapták a török hatóságtól a hivatalos felkérést, akkor megjelentek ott olasz és horvát barlangi mentők is, akik el már volt megfelelő képzettségű orvos, aki azt hiszem 4 nap után váltották le a mi doktornőnket, akik tudták őt helyettesíteni, és ő akkor ki tudott jönni utána a barlangból, de ő 4 napot, nem annyit bivakolt, lehet, hogy 5 volt, igen. Tehát, hogy ő szombat, vasárnap reggel fölkelt, hogy megy ügyelni a Balassagyarmati kórházba, majd utána legközelebb kényelmes helyen a sátrába aludt egy 5-6 nappal később. Igen, ami ugye másik probléma, és ez is nem egy elhanyagolható kérdés, hogy az orvosi segítségnek is megfelelő képzettségűnek kell lennie. Tehát akármilyen orvos nem lehet leküldeni oda, mert nyilván orvosokat lehetett volna találni a környékben is, de aki olyan képzettséggel rendelkezik, hogy barlangász is, és orvos is, na hát az a metszet, az gondolom nem túl nagy. Nem, hát ez Magyarországon is nehézséget okoz, tehát uh-huh. Azt hiszem, hogy 4 orvosunk van a mentőszolgálatban. És közülük sem biztos, hogy mindenki képes lenne ebbe a mélységbe lejutni. Uh-huh. Illetve hát volt, akinek ugye minden órás volt a felesége, és mire hazaértünk, ő már egy babával lett nagyobb családban. Kicsit visszakanyarodva a magyarországi viszonyokra, volt-e így hazai környezetben olyan emlékezetes mentésetek, ami úgy maradandó nyomot hagyott így a szervezetben? Hát nagyon sok mentés volt régebben. Uh-huh. Az elmúlt
20-25 évben szerencsére nagyon kevés. Ez köszönhető annak, hogy felnőtt egy generáció, aki nagyon fontosnak tekintette az oktatást, és ennek köszönhetően a barlangászok is ügyesebbek és felelősségtudatosabbak, lehet így is mondani lettek. Úgyhogy az kijelentető, hogy ma Magyarországon olyan barlangi baleset, ami barlangászokkal történik, hagyományos barlangászás közben kevés van. A legutóbb olyan magyarországi mentésünk, ami nagyon komoly erőfeszítéseket igényelt, és szerencsére életmentéssel zárult, az olyan 25 éve volt a Rákóczi barlangban, az Esztramos hegyen. Ott egy buvárt évett el a víz alatt, egy nagyon különleges körülmények között, és mégis felszínre jött, csak a barlangnak egy olyan részén, amit még senki nem fedezett felőtte, és az ő megtalálása és kimentése az több mint egy hetet vett igénybe. Ez egy nagyon komoly erőfeszítés volt a mentőszolgálatunk részéről. Itt még a szomszédos országból is kaptunk segítséget, elsősorban a szlovákoktól, és hát őt szerencsére sikerült épségbe kihozni. Tavaly, valamivel több mint egy évvel ezelőtt tavaly volt egy sajnálatos eset, ami szintén nagy sajtónyilvánosságot kapott, az ott a környéken történt, szintén ez a Kossuth barlangnak a szifonjában volt, ez is egy búvár volt, aki feltáró kutatás közben szenvedett balesetet. Sajnos neki csak a holttestét tudtuk a felszínre hozni, de ez is eltartott majdnem egy hétig. Ott lehet tudni, hogy mi volt a probléma, vagy miért szenvedett balesetet, beütötte a fejét, vagy valami olyan eszméletvesztéssel járt, és egyszerűen nem tudott feljönni, vagy ott mik voltak a körülmények? Egész pontosan még nem sikerült rekonstruálni az esetet. Amit a jelenlegi tudásunk szerint sejtünk, az egy elég faramuci történet. Ugye, mint említettem, feltáró kutatással foglalkozott ez a csapat, és ő egy új víz alatt megtalált járatnak a beúszásával foglalatoskodott, és az a feltételezés most a legvalószínűbb, hogy az általa kilélegzett levegő buborékok, amit hogyha az ember búvárkodott és látta már, ezek elég nagy erővel tudnak közlekedni. Ezek fölötte egy agyagos járatból egy nagyobb tömegű omlást indítottak meg, amik ezt többé-kevésbé maga alá temették, ebből sikerült kiszabadulnia, de a levegője addigra valószínűleg elfogyott, és nem tudott kiérni erről az egyébként nagyon veszélyes helyről. Milyen motivációja lehet a barlangászoknak, engem ez még nagyon érdekel, mert nyilván nektek ez valamilyen szinten egy hobbi is, egy szerelem lehet, tehát ezt máshogy nem lehet csinálni. Mégis nagyon veszélyes hobbi, ez is ugyanúgy, ahogy a hegymászást is, és gyakran megkapják ezt a kritikát, hogy hát miért kockáztatják az életüket. Mi lehet mégis motiváló, miért szép mégis ez az egész világ? Hát ez megfoghatatlan valószínűleg. Aki kipróbálta, az ebből valamit érezhet, hogy neki ez való, vagy távol van tőle. Nagyon sokakat megfog ez a föld alatti világ, az, hogy csend van, nyugalom van, az, hogy egy olyan helyre tudsz eljutni, ahova csak kevesen tudnak elmenni. Hát így sok összetevős ez. Uh-huh. De minden veszélyével együtt. Lehet úgy is a barlangba közlekedni, hogy a veszélyekkel tisztában van az ember, és hogy ezt nagyon minimalizálni, ezt a veszélyt. Tehát úgymond nagy biztonsággal lehet közlekedni a barlangokba, főleg a régóta járt, ismert helyeken. Ezért vannak is akár iskolás csoportoknak is vezetett barlangi túra, ami nem kiépített barlang szakaszokban van, és ez évtizedek óta működik, és hát szerintem a gyerekeknek is, de akik részt vesznek, felnőtteknek is nagy örömére van. Hát én nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttetek hozzánk. Még elég sok témát lehetne érinteni, azt gondolom, de hát sajnos a műsoridőnkben ennyi fér. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, és sok sikeres mentést kívánok nektek, de annak viszont örülök így a statisztikáknak, hogy hál' Istennek egyre kevesebb ilyen mentésre van szükség. Köszönöm, hogy itt voltatok. És köszönjük. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, ennyi fért már a műsorunkban. Jövő héten ugyanebben az időpontban újra találkozunk. Viszontlátásra.